Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jele Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Új helyre költözik az ügyeleti központ Szekszárdon, hétfőtől már egy épületben lesz a gyermek és a felnőtt sürgősségi. Nem sokára kezdődik az iskola, akár 20%-kal is többet fizethetünk a tanszerekért. Orvhalászokat fogtak Irek-Szemcse határában, nyakzóháló tiltott használata miatt kell felelniük. Díszes halpárok versengtek, 18 országból 137 példányt pontoztak a szakértők. Egy 252 millió forintos terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően új helyre költözött az orvosi ügyeleti központ Szekszárdon. Az Ybl utcai komplexumban már egymás mellett kap helyet a gyermek és a felnőtt ügyeleti ellátás is, ahova augusztus 15-én 16 órától várják majd a betegeket. A betegeket augusztus 15-től, hétfőtől, 16 órától várják az új ügyeleti központban Szekszárdon. Az 1754 négyzetméteres irodaházban kapott helyet a gyermekorvosi és a felnőtt orvosi ügyelet egy-egy rendelővel, továbbá szociális helységek, elkülönítő, 6 védőnői szoba, 4 védőnői tanácsadó helység egy vizsgálóval, és egy előadások megtartására alkalmas közösségi szoba, a szükséges kiszolgáló helységekkel együtt. Gréci Félegyházi Gyöngyvér, a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság elnöke elmondta, nagy könnyebbség mindenki számára, hogy végre egy helyen található a gyermek és a felnőtt ügyelet is. Nagyon örülünk neki, hogy végre átadásra kerülhetett ez az épület. Régóta várunk rá, és úgy gondolom, hogy egy fantasztikus európai színvonalú szolgáltatást nyújtó helységet sikerül átadni, mind a gyerekellátást, mind a felnőtt orvosi ügyeletet illetően. Villányi Ildikó, az egészségügyi gondnokság vezetője úgy nyilatkozott. Ez egy régóta várt esemény a szekszárdi lakosok számára, hiszen könnyen megközelíthető, központi helyre került az intézmény. Nagy örömömre szolgált, hogy a gyerekrészleg egy nagyon gyerekbarát, színes festéssel ellátott falakkal került átadásra, ami hát talán a gyerekek, a beteg gyerekeknek a hangulatát, vagy a feszültségét a bajban kicsit talán tudja oldani. A felnőtt részleg pedig hát a klasszikus kialakítású természetesen. Annyi a plusz, hogy itt most rendelkezésre áll egy olyan fektető rész, ami alapvetően minimum feltétel is egy ilyen ellátó helyen, de eddig erre nem igazán volt ennyire komoly lehetőség. Az új ügyeleti központ nagy előnye, hogyha sürgős segítségre szorul valaki, akkor a kórház közelsége miatt csak az utca másik oldalára kell átmenni. Így mindenki időben juthat hozzá a megfelelő ellátáshoz. Az elektromos gyógyászati segédeszközt használók is jogosultak áramkedvezményre, amelyet a kormányablakban igényelhetnek, közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium. A TIM a közleményben azt írta, a társadalom biztosítási támogatással rendelt elektromos kerekesszéket, illetve mopedet használó mozgássérültek és a hálózati áramról működő oxigén koncentrátort napi rendszerességgel használók az átlag fogyasztás sávhatárához képest 1697 kWh-val megemelt, kedvezményes sávhatárig jogosultak a rezsicsökkentett áramárra. A kedvezményt igénybe vevő háztartások éves szinten így akár 60 ezer forintot is megspórolhatnak, írták. Szeptember 5-én minden iskolában becsengetnek, megkezdődik a 2022-2023-as tanév. A nyári szünet utolsó pár hetében már sokan elindulnak, hogy az iskolakezdéshez szükséges papírírószereket beszerezzék gyermekük számára. De vajon az idén mennyire fogja megterhelni a pénztárcákat? Riportunkból kiderül. Pár hét és vége a nyári szünetnek, becsengetnek az iskolákban, így augusztusban már elindul egy bevásárlási láz a papírírószerboltokba. A tavalyi évhez képest 10-20%-os áremelkedés tapasztalható a füzetek, ceruzák, illetve az iskolatáskák árában. Egy első osztályos gyermek tanévkezdő csomagja körülbelül 40 ezer forinttól indul, és határa csillagos ég. A szekszárdi Pátrix írószerboltnak a tulajdonosa azt mondja, hogy a vásárlási szokásokban is változás tapasztalható. Egyrészt kevesebben vannak, tehát nem indult úgy el a szezon, ahogy el szokott indulni.
kevesebb iskolatáskát adunk el, különösen az elsős táskákból, és viszont aki vásárol, azt veszem észre, hogy beosztja a vásárlásait, tehát mit tudom én, vesz 20 ezerért, aztán vesz majd 10 ezerért, tehát nem egyszerre adják ki a nagy pénzt az emberek. Bár a tanévkezdés komoly kiadásokkal jár, mégis észrevehető, hogy a vásárlók többsége inkább megveszi a picit drágább, de minőségi írószereket, mint az olcsóbb, gyengébb minőségűt. A multik óriási nagy konkurenciát jelentenek nekünk is, mert nagyon alacsony árakkal csalják be az embereket, és inkább buknak rajta, de akkor is. És mi is úgy tudjuk ezt a forgalmat fenntartani, hogy mi is nagyon tisztességes árakon dolgozunk, nagyon normál minőséget árulunk, és ilyenkor mindig engedményeket is adunk a vásárlás értékéből. Nálunk 10% például az engedmény minden egyes vásárlásból. Könnyebb dolguk van azoknak a szülőknek, akiknek nagyobb gyerekek is vannak a családban, hiszen ők a tanszereket, iskolatáskákat a kisebbekre tudják hagyni, így pár 10 000 forintot is meg tudnak spórolni egy-egy tanévkezdés alkalmával. Országos átlagban tovább emelkedik a szennyvízben a koronavírus koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ szerdán. Azt írták, a 31. héten emelkedő tendencia volt tapasztalható a budapesti agglomeráció vizsgált településein, Tökölön, Biatorbágyon, Budakeszin, Százhalombattán, valamint Kaposváron, Pécsen, Szekszárdon, Szombathelyen és Tatabányán. A többi vizsgált településen a tendencia stagnál, tették hozzá. Az NNK felhívta a figyelmet arra, a vírus az oltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik. A harmadik megerősítő vakcina felvételét továbbra is javasolják annak, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A negyedik oltás elsősorban az időseknek és a kockázati csoportba tartozóknak ajánlott, írták. A házi orvosok is úgy tapasztalják, hogy egyre több a koronavírusos fertőzött, és meglepően sok közöttük a gyerek, különösen az 5 év alatti. A szakemberek elmondása szerint naponta 2-3 új koronavírusos betegük is akad. A mostani nyári variáns legjellemzőbb tünete a gyerekeknél a magas láz, gyengeség, orrfolyás, rossz közérzet. A fertőzés néhány nap alatt lezajlik, ez alatt a kicsik főként tüneti kezelést kapnak. Az átoltottság alacsony a gyerekek között, az oldhatóak 5-e kapott eddig vakcinát. Az Irek-Szemcse határában lévő Okrád-tónál értek tetten 2 orrfalászt a tamási rendőrök. Az elkövetők az úgynevezett nyakzóháló segítségével tettek szert a zsákmányra. A rajtaütés során 11 darab pontyot találtak a 2 férfi csapdájában, akik 52.200 forint kárt okoztak volna a tó tulajdonosának. Irek-Szemcse határából érkezett a hívás, miszerint egy hivatásos horgász orrfalászati tevékenységre utaló nyomokat talált. 2 rendőr sietett azonnal a helyszínre, akikkel együtt a bejelentő a közeli kukoricásban rejtőzött el, hogy megfigyeljék az elkövetőket. Badics Zoltán, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője elmondta, az egyenruhások 2 férfire lettek figyelmesek, akik a nádasban haladva egy fehér színű zsákkal és 2 fakaróval tartottak a tetthely irányába. Figyelembe kísérték a férfiak tevékenységét, és azt tapasztalták, hogy a 2 férfi 2 nyakzóhálót, illetve leshálónak is mondják ezt, behúzza a halastóba, illetve kifeszíti, és utána elindulnak vissza a kukoricásban. Ekkor rajtuk ütöttek, elfogták a 2 férfit, megbilincselték, majd visszakísérték őket a nyakzóhálókhoz. Ekkorra már 11 darab pontra boskodott a hálókban. A rendőrök gyorsan kiszabadították az állatokat, és visszaengedték azokat a vízbe. A halak ősúlya összesen 34,8 kg volt, amivel ha el tudták volna tulajdonítani, akkor 52.200 forint kárt okoztak volna a halastó gazdájának. A férfiak lakhelyén kutatást tartottak, de egyéb más halászeszköz nem került elő tőlük, illetve lopott halat sem találtak náluk. A férfiakat előállították a tamási rendőrkapitányságra, ahol orrfalászat vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak ellenük, és gyanúsítottként hallgatták ki őket. Mindkét orrfalász beismerte tettét, ügyükben a tamási rendőrfőkapitányság tovább folytatja a vizsgálatot. A nyakzóháló tiltott halászati eszköznek minősül, ezért bűncselekménnyé minősítették az ügyet.
10 000 álláskereső elhelyezkedését támogatja a kormány a vidéki régiókban az augusztus 15-től induló vállalkozások regionális munkaerő támogatása programban, közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium. A közlemény szerint a programban a cégek az újonnan felvett vidéken regisztrált álláskeresők után legfeljebb havi 150 000 forint vissza nem térítendő bérköltség támogatásra pályázhatnak, jelentette be Kutnyánszky Zsolt. Az iparért és munkaerőpiacért felelős államtitkár elmondta, a legfeljebb fél éven át biztosított állami hozzájárulás célzottan ösztönzi a nehezebb foglalkoztatási helyzetűek, például pályakezdők, alacsony iskolai végzettségűek vagy kisgyermekeket nevelők munkába állását. 1901 óta a legszárazabb 7 hónapon van túl Magyarország, az átlagos csapadék mennyiség csak nem fele hiányzik, írta az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A vízgyűjtőkön már 2021 is szárazabb volt az átlagosnál, 2022 első 7 hónapja növelte ezt a hiányt. Az ország 12 vízügyi igazgatóságából 10 területen van érvényben vízhiány elleni készültség. A megnövekedett igények a korábban betározott vízmennyiségekből kielégíthetők. Korlátozásra sehol nincs szükség, ám a rendkívüli öntözési idény elején nem jelzett vízigények lekötésére csak korlátozottan van lehetőség, tették hozzá. Második alkalommal adott otthont a Prelátus a guppi haltenyésztők Európa bajnokságának. Ezúttal is szigorúan értékelt a nemzetközi zsűri. 18 országból 137 halpárt pontoztak a szakértők. Kék háttér előtt látszottak igazán a díszhalak formái és mintái. A Prelátusban szombaton ismét nagy volt az érdeklődés a guppik iránt. Az Európa-bajnokságra most 18 országból küldtek halpárokat a tenyésztők. Összesen 137 guppi duó került a szigorú zsűri elé. Ebben 13 kategória van, különböző szín és forma változatok, tehát általában a falok formától függ, hogy melyik halat hova sorolják be. És egy úgynevezett standardnak kell megfelelnie, amik elég szigorúak, tehát itt ilyen pontlevonásokkal, tehát indul a pontozás 100-ról, és a 100-ból mindig tizedeket vonnak le. Ezért lehet is látni, hogy az igazán jó minőségű halak azok olyan 90 fölötti pontszámmal rendelkeznek, a nyertesek nyilván, azok is a legtöbb, ami a 80 fölötti pontszámot éri el, még azok is hát jól néznek ki. Ahhoz, hogy valaki halpárjával nyerni tudjon, több éves tenyésztői rutin és még több munka szükséges. A guppi haltenyésztők Európa bajnokságának második alkalommal adott otthont a Prelátus. Az Akvaristák Magyarországi Egyesületének elnöke szerint ez nem véletlen, a paksi helyszín remekül vizsgázott. Fantasztikus a helyszín, egyrészt itt látható Dunakanyar, meg a helyi adottságok fantasztikusan megemelik ennek a presztízsét, ennek a Prelátusnak a presztízsét. Nagyon szívesen jönnek a kiállítók is, és nagyon szívesen jönnek a látogatók is megnézni ezt a helyszínt. Fantasztikusan jó. A bajnokságban hagyomány, hogy a bírák zárt ajtók mögött vitatják meg a végeredményt, a legszebb halakat viszont ezt követően a közönség szabadon megtekinthette. Regionális híreink következnek. Kevesebb járat indul és emelkedik a jegyára, változások a pécsi buszközlekedésben szeptembertől. A száguldozó autósokra vadásznak a rendőrök, országos sebességmérési akciót tartanak hazánkban. Ontja magából a pontyóriásokat a Balaton, a nagy fogásokról folyamatosan tájékoztatják a követőket. Változásokkal indul a szeptember a pécsi közösségi közlekedésben, kevesebb buszjárat lesz és emelik a jegyárakat. Közben a sofőrhiány enyhítésére kedvezménnyel várják az új kollégákat. A cégnél növelni szeretnék a bérlet és jegybevételeket, mert 2019-hez képest 1 milliárd forinttal kevesebb pénz folyik be ezekből. Kevesebb autóbusz közlekedett nyáron a Baranyai megyeszékhelyen, és kevesebb közlekedik majd Pécsett szeptembertől is. Erről a változtatásról közleményt adott ki az önkormányzat. A városi közösségi közlekedést végző cégnél működő szakszervezet elnöke azt mondja, ez nem azt jelenti, hogy nem jutnak majd el az iskolákba, munkahelyekre az utasok. Nem marad ősztől a nyári menetrend, ki lesz egészítve, hiszen azok a iskolajáratok, munkásjáratok, amik az őszi fordában voltak, ezek nagyjából vissza lesznek állítva. Több lesz, de nem lesz annyi, mint a tavalyi
évbe, hozzáteszem, az utas létszám is elég szépen csökkent. Az elképzelés szerint, ahol kevesebb az utas, kevesebb járatot indítanak. A kevésbé forgalmas napközbeni időszakokban, a kevésbé kihasznált vonalakon kevesebb járat közlekedik majd. Ez 10%-os járatcsökkentést jelent napközben. Még mindig sofőrhiánnyal küzd a tükebusz, ezért most ősszel 7%-os béremelést kapnak a buszvezetők, de más juttatással is próbálják a társasághoz csábítani a sofőröket. A társaság dolgozik azon, hogy gépkocsi vezetőket vegyünk fel. Javaslatomra az új felvételisek kapnak egyösszegű juttatást a társaságtól. Ezzel is megpróbáljuk valahogy ide kötni a leendő kollégákat. Az a 40 éves sofőr, aki 3 éves munkaszerződést ír alá, a próbaidőt követően egyszeri bruttó 300 ezer forintos bérpótlékot kap. Azoknak a jelentkezőknek pedig, akik még nem rendelkeznek D-kategóriás jogosítvánnyal, de vállalják a 3 éves munkaszerződés aláírását, a cég állja a jogosítvány költségeit. A bérletek ára nem emelkedik, viszont az elővételben vett buszjegy szeptembertől 400 forintra nő 350 forintról. A 10 darabos gyűjtőjegy 3300-ról 3800 forintra emelkedik. A buszvezetőnél váltott jegy 500 forintba kerül továbbra is. Trafipaxokkal települnek ki a közutakhoz a rendőrök Baranya megyében is. A gyorshajtókat akarják elcsípni egy európai akció keretében, amihez csatlakoztak a magyar rendőrök. Baranyában éppen a sebességhatár átlépése az egyik fő baleset okozó tényező a kimutatások szerint. Sebességmérést végeznek a rendőrök ezeken a felvételeken. Ezekben a napokban egyre több trafipax berendezéssel találkozhatnak az autósok az utakon. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata augusztus 8-a és 14-e között Speed elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrök is csatlakoztak. A közúti tragédiák, a halálos kimenetelű balesetek egyik meghatározó oka a sebesség helytelen megválasztása. Ezért augusztus 8-a és 14-e között a járművezetők összehangolt sebességellenőrzésre számíthatnak Baranya megye, Magyarország, illetve Európa közútjain egyaránt. Ezekben a napokban a hatóság Magyarország egész területén fokozott sebességellenőrzést fog végezni. Az összes mobil trafipaxot bevetik majd. Baranya megye közútjain július utolsó hetében összesen 37 baleset történt, amelyből 13 személyi sérüléssel járt, 24 pedig anyagi káros volt, a közzétett adatok szerint. A sérüléses balesetek főbb okai között szerepelt a gyorshajtás is. Meglátásom szerint figyelmetlenek és türelmetlenek a közlekedők. Ez pedig nem megengedett, hiszen egy pillanatnyi rövid zárlat, egy pillanatnyi nem odafigyelés tragédiához vezethet. Így értékeli a megyei helyzetet a rendőr őrnagy. Ezért kéri a közlekedőket, hogy iktassanak ki minden eszközt vezetés közben, ami a figyelem elterelésére alkalmas. Valamint tartsák be a sebességhatárokat, amit most kiemelten ellenőriznek az egyenruhások. Pontja magából a ponty óriásokat a Balaton. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit Kft. Júliusban a nagy fogásokról is folyamatosan tájékoztatta követőit. Méretes pontyok akadtak Hrogra a nyári hőségben, melyek a mérlegelés és a fotózás után természetesen visszakapták szabadságukat. Vágd be! Erőjön, vágd be! Állj oda! A déli part egyik közkedvelt horgászhelyén, a Szántódi kikötőben a legkisebbeknek sem kell sokat várni a sikerre. Hamar Hrogra akadhatnak különböző méretű és fajtájú halak. Ez a fajta inger, amit talán ráveszi a kősüllőket, hogy rákapjanak. A különböző halakhoz különböző technikákat vetnek be a horgászok. Hajnal Botond már 2 éves kora óta pecázik, elsősorban ragadozó halakra. A terület annak függvényében változik, hogy mit szeretne fogni. Ha éppen sügereket, köveseket szeretnék fognak, akkor valamilyen kikötőbe megyek el, de ha például balint szeretnék fognak, akkor az ilyen mólókra próbálok kijönni, hogy már általában itt összeállnak a kis halak, és akkor itt rabolnak a balin, vagy rabol a balin. A türelmes pecások horgára igazi különlegességek is akadnak néha. El is engedjük, hogy nőjön nagyra.
meg gyógyítsa a többi halat. Képet is. A compó, vagy más néven doktorhal, az egyik őshonos halfajunk. Nem könnyen akad horogra, de ha mégis, a horgászok azonnal visszaengedik. Vigyázni kell a halállományra. Sokkal nagyobb élmény egy halat esetleg később megfogni, többet fogni. Néha haza szoktunk vinni egyet-kettőt megsütni, de azért a többség az így szokott járni, hogy visszanyeri a szabadságát. A balatoni horgászat évről évre egyre népszerűbb. A forgalom az elmúlt év azonos időszakához képest 5%-kal emelkedett. A partról horgászoknak a sekély víz miatt pedig engedélyezett a behúzós horgászat. Ez azt jelenti, hogy a horgász a partról begyalogol a vízben addig, ameddig képes a vízmérség szabta határokon belül, és onnan dob egy jó nagyot a horgászbottyával, így akár 2 méteres mélységet is el tudja érni, majd pedig visszasétál felnyitott orsóval, és visszatelepszik a partra, és onnan tud horgászni. A nyári időszakban is folytatódnak a haltelepítések a Balatonnál. Idáig 11 tonna ponty került a tóba, a kötelező 300 tonnából. A nagyobb telepítések ősszel kezdődnek majd, de a héten a Halgazdálkodási Társaság 3 nyaras, már fogható pontyok telepítését is tervezi. Végül mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Új helyre költözik az ügyeleti központ Szekszárdon, hétfőtől már egy épületben lesz a gyermek és a felnőtt sürgősségi. Nem sokára kezdődik az iskola, akár 20%-kal is többet fizethetünk a tanszerekért. Orvhalászokat fogtak Iregszemcse határában, nyakzóháló tiltott használata miatt kell felelniük. Díszes halpárok versengtek, 18 országból 137 példányt pontoztak a szakértők. Csütörtök délelőtt gyengén felhős, napsütéses idő lesz jellemzőbb, ez délután szakadozott felhőzet zavarja meg, csapadék nem valószínű. Országszerte élénk északkeleti szél fog fújni, éjszaka is marad a változó, szakadozott felhőzet. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!